Emlékszem arra, hogy a Sodi az még ilyen tüntetéseken is részt vett, azt hiszem, hogy melegeket azokat meg lehet gyógyítani, meg ilyen nagyon-nagyon meleg ellenes ember volt, ilyen homofób. Most pedig ugye a Kafka Mercedes-szel járt, aki ugyebár Tibor. Ami elég érdekes fordulatot vett, és érdekes módon mindig azok az emberek a leghomárabbak, akik azt mondják, hogy undorítóak a meleg emberek, és hogy meg stb. És itt a Péter, Deli Péter, Hörbi, ismertebb nevén, az pontosan ezt csinálja. És most pedig egy olyan ember van nála, Simegen, az egyik legjobb barátja, aki amúgy festi a körmét, rózsaszín haja van, és közösen játszanak, és isznak, és együtt alszanak. Tehát, én azt mondom, hogy én az ifjú pár, hát igen, szegény rocker Bazsi. Szegény rocker Bazsi, bazd meg. Azt mondta, hogy a fiának tekinti. Aha, gondolom, úgy szereti, mintha a fia lenne. Hát figyelj, ha már a Barbie mégsem ment le Simegre, akkor p***ját a f*** is jó, hogyha eleget iszik az ember, úgy látszik. Az eneva.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Ráadásul most a Black Friday keretein belül tudtok egy nyereményjátékba is jelentkezni, ahol nem kell olyan sok dolgot megcsinálni ahhoz, hogy nyerni tudjatok. Illetve nagyon sok új deal van, és nagyon olcsók a játék. Most is 10%-os cashback van szinte mindenre. Na ne! Ezek nagyon jó árak! És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! A leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen. Tegnap néztem hogy a kettő okost. Néztem, hogy fölmennek a színpadra a Stikihez. Pont ott voltam. Hát, az fenomenális volt, bazd meg. Sticky szét volt bogyózva. Akkora pupillái voltak, mint még soha. Lehet, hogy nem tudom. Az NPC fesztiválon voltak. Nagyon-nagyon vicces volt. Mondták neki, hogy egy NPC. Amúgy nagyon-nagyon cringe volt, de vicces volt, én azt mondom. Jó ez a content, amit a két okos csinál, amúgy ezek az IRL dolgok is nagyon jók, csak kurva sok kisgyerek volt ott körülöttük, és én ezt már mondtam amúgy, és mondtam, hogy ez ugyanaz lesz, mint amikor elmentünk Playitre, és a Ruben után mentek a kisgyerekek. Az a baj, hogy már nincs meg róla a videó, de nagyon szívesen megmutatnám, de nem tudom, hogy hol lehet a másik telomon van, nem tudom. A lényeg, hogy szerintem körülbelül 200 ember, ilyen kisgyerekek mentek a Ruben után, mikor IRL streamelt a Playiten. És mondtam, hogy ez meg fog történni velük is, ez biztos. És tegnap megtörtént. Tegnap mentek utánuk a gyerekek. És az tiszta szar amúgy, hogy próbálsz egy valamit csinálni, és oké, hogy oda jönnek köszönni, meg kérnek egy képet valami, az belefér. De amikor ilyen rengeteg ember van ott, és idegesítően jönnek utánad, az a legrosszabb dolog. És amúgy velem is volt már ilyen, úgyhogy én nem streamelek sose az utcán, meg semmi ilyesmi. Magad Kőbánya Kispesten megyek benne, ez a faszom média már, és jön utánam a gyerek, érted? Hogy ott beszélgessünk. Még akkor nézzük, hogy vásárol velem, meg minden. Mondom, az kurva jó amúgy. Gondolkodtam, hogy zenét hallgatok, meg ilyenek. Áááá, ez jó, nem lehet. Overrated csatorna, a két okos. Hát overrated, de jól csinálják azt, amit csinálnak szerintem. Csak a kisgyerekek érnek rá legjobban, és azok nézik. Mindent amúgy. Mindent a kisgyerekek néznek. Igazi stalkerek. Hát ezt nem mondom, hogy stalkerek, mert oda jött beszélni, meg minden. Volt olyan is, amikor így mondjuk ültem a metrón, és így annyit vettem észre, hogy így, tudod, amikor így mondjuk nézek le teromra, és érzem, hogy néz engem valaki így szembe, vagy így sarokba, vagy onnan. És látom, hogy néz engem. Oda nézek, és ránézett elójára. És csak akkor nézem, amikor én nem nézem őt. Ez a legrosszabb dolog, amit tudsz csinálni. Akkor gyere oda, mondd meg, hogy te csomom, látod az interneten, te vagy az a tardát. És mondom, hogy igen, én vagyok az meg. De, na. Érted? Ez gáz. Ebből a szempontból nagyon megbántam azt, hogy én megmutattam az arcomat az interneten, mert sokkal nagyobb pofám lehetne amúgy, hogyha nem mutatnám az arcomat, és mindenkinek be tudnék szólni következmények nélkül. Ez lennék én amúgy, de sajnos ez már nem lehetek. Most már vannak következmények, hogyha beszólok valakinek, de annyira nem érdekel még az sem. Tüntetőre rontottak köpködve Orbán Viktor ünnepi beszéd alatt. Na ez... Miért hozta ezt a bitófát, jól látom. A hivatalosat akarja hallani, vagy az igazságot? Az igazságot. Az igazságot. Én a Viktornak hoztam nyakkendőnek. Oh! 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 Az kom! A Viktornak hozta a nyakkendőt. Hát figyelj, jó. Hát a főpróbáljuk rá. A hivatalos pedig az, hogy a vérbírókra emlékezünk ezzel az 56-os megemlékezésként, akik 56 áldozatait elítélték. Miért van két verziója az okának? Hogy elfogadtassam magammal ezzel a tömeggel, akik van mögöttem.
Érte valami atrocitás emiatt? Még eddig nem, de lehetséges ezután majd fog. De hát nem tette köszönjére, hogy miért hozta? Az igazságot. Az igazságot. Nem mondta el az ittenieknek, nem, hogy nem, ez teljesen egyéni. Tehát én saját magam, semmelyik párthoz nem tartozom, ez a saját véleményem, hogy a tolvajoknak, az állam ellen bármilyen bűnt elkövetők, a nép ellen bármilyen elkövetőknek. Csak egyet elfelejtő, hogy nem tolvaj, mert nem tudja bizonyítani. Én bár... Oh my god! Köcsög, ez jobb, mint a Barátok közt. Akit megbádog maga egy tolvaj, meghízott disznó. Leszpónolt az első elemi köcsög, hogy jön a boss fight. Nem tudja bizonyítani. Én bárkit megbádog maga egy tolvaj, meghízott disznó, és az embereknek a kárára hízott meg, és játssza az eszét, és itt vakolja magát, holott rá van írva az arcára, hogy egy büdös, haszonleső állat. Nem. Hát nézzem magára. A demokrácia gyilkosa. Igen, gyilkosa. Akkor akassza a férje nyakába, és jó néz ki, és lefotózzák, érte? Egy ilyet kimondani. Nem tud pár egy ilyet. Vonni 56, én tudom, én éltem 56-ban, te szerencsétlen. Micsoda? Élt 56-ba. Én éltem 56-ba, de szerencsétlen. Ez egy 60-as szintű ork. Élt 56-ba. Kár, hogy nem emlékszik rá. Arra is az Orbán Viktor beszédére jött fel? Igen. Miért? Hát, ezt szeretnék meghallgatni. És mit vár tőle? Hát, jobbat, jobb, mint a mai. Ezt hogy érti? Hát, jobb életet szeretnénk, hogy meg tudjunk élni. Én is, mint nyugdíjas. És abban még soha nem gondoltak bele, hogy ezt esetleg mástól is el lehet várni. Nem csak attól az egy embertől, vagy attól az egy párttól. Mert van még több is. De mondjuk ezeket az öreg embereket meg kéne fogni valahogy, és nem nagyon lehet. Az a baj, mivel már a kormány elkezdte ezt a kibaszott ellenségeskedést, és ezt, hogy a félelemmel, az undorító, ez a legundorítóbb propagandista move, amit tudsz csinálni, hogy a félelemmel irányítod az embereket. És ezt kéne elérni valahogy, hogy ezek az emberek ne attól féljenek, amit a Fidesz mond, hogy félni kell tőle, hanem magától a Fidesztől féljenek. És ezt ki fogja megcsinálni? Senki. Mert nincsen még egy olyan párt, ami ennyire undorító módon tudna propagálni. Nincs, kettész. Ezt nem lehet, nem lehet, nem érdekel az ellenzéknek, meg ez senkinek nem lenne érdeke, mert ez egy undorító dolog. Miért szavaznál egy olyan pártra, ami csak szintén undorító módon ért el ezeket a dolgokat? Tehát amikor ellenzéki volt az Orbán, akkor igen, valóban azzal kampányolt, hogy félelemmel undorító kampányolni. És most meg ugyanezt csinálja. Ez így van. Egy rendszerváltáshoz vagy az kell, hogy a vityát éri valami pártszakadás lesz a Fideszen belül, vagy akkor kihal a szavazótáboruk. Hát itt se, nem fog kihalni a szavazótábor, mert úgyis jönnek újak, vágat. Tehát a fiatalok is szavaznak rá, csak lehet, hogy nem annyian. Igaz vagyok sajnos. Beteg vagyok, sok gyógyszert szedek, és oda jutok, hogy sajnos nem tudom megvenni, mert 130 ezer forintból egy albéletet fizetni, és megélni, és gyógyszert megvenni, ez nem szabad. Igen, és ez ki a f***omnak a hibája, hogyha nem a tiéd? Ha magadban nem keresed a a hibát. Akkor mi a második dolog, amit tudsz? Igen, biztos a Gyurcsányé. Csak a Soros, a Brüsszel, a migránsok, a Gyurcsány, a melegek, a Márkizajé, a háborúé, a Zelenszkijé, a Putyiné, Putyin szeretjük. A Covidé, igen, ez mind a dollár baloldalé, de az, hogy egyszer a kormány lenne a hibás valamiért, az hihetetlen. A Karácsony Gergely hibája, igen, az, hogy nem tudja megvenni a néni egy gyógyszereit. Én dolgozok, uram, meg a név egy cégnél. Mi? Állami cégnél. Állami cégnél minimálbér nem lehet. De akkor te nagyon kicsi voltál, tudod? Én 56-ban kenyérén álltam sorban, hogy kilőtték belőlem az embereket, te szerencsétlen picsa. Veled nem. Mert te már akkor is ilyen hülye voltál ezzel a palival együtt. Egy gondolat sincs az agyában, csak a trash. Úgy osztja az ész, mintha lenne neki. Hogy maradt életbe? Tesóm, dodzsolta az izékat. Fogta a kenyeret, vágod, és így... mint a Matrixba, bazd meg. Dodzsolt a golyókat. Mit akarsz? Nekem akarod bebizonyítani? Nem, magának nem akarom bebizonyítani. Te szeretj... Hát magának nem, inkább azoknak az embereknek, akik még beszámíthatóak. Krumplival meg lehet venni a szavazatokat. Hát ezt az embert nem krumplival vették meg, szerintem. Csétlen, ezt akarod a Viktor nyakába tenni? Holott neki kéne a nyakába tenni? Nagy békén, bazd meg! Miért úgy pofán vágok beszart, te vén szar? Úgy pofán vágok beszart, te vén szar? Az előbb még azt mondta, hogy kicsi volt még akkor, és nem éltek akkor, mert hogy ő idősebb. Most meg már ő a vén szar. Igen, a logikus gondolkodás az jelen van az ő fejében, úgy látom. Igen. És ugyanezek az emberek, azok,
akik mérgesek lesznek akkor, hogyha nem adod át a buszon a helyedet, mert hogy ők öregek meg, hogy ők mennyi mindent megéltek meg, ej, le akarok ülni, kisfiam, menj a faszomba, a huligánok. Ezeket tiszteljétek, tényleg, ezeket az idős embereket. És én mindig így voltam vele komolyan, hogy az, hogy valaki idős, egyáltalán nem egy szempont ahhoz, hogy én tiszteljem. És így, úristen, most az öreg emberek fölkapják a fejüket, hogy hát mi az Isten, a Mani nem tiszteli az öregeket, így meg úgy. Nem vágod, hogyha az ember normálisan áll hozzám, akkor én is normálisan fogok hozzáállni. Ha úgy jön oda hozzám a buszon, hogy szépen megkérik, hogy nekem izé nagyon, mit tudom én, fáj a lábam, egész nap álltam már, vaszom tudja, előző buszon is állnom kellett, mert nem adták át a helyet, és hogy izé, jó. De ha azt mondja, hogy add már át a helyedet az idősebbnek, mert ő idősebb, és kész. Hát te som, sajnálom, van egy seggem, előbb ültem rá, mint te. Ez van. Érted? Ennyit tudok mondani. Ugyanakkor a seggünk van. És az enyém, lehet, hogy fiatalabb, de a segged, az nem ugyanaz, mint ami az agyad. És hogyha az agyadban egy kicsit több van, mint az öregnek, akkor nem fogod tudni tisztelni. Mert egyszerűen nem tiszteletre méltó, hogyha nem úgy áll hozzád. Havarom nem tiszteli a tanárt, és a tanár nem tudja elfogadni, hogy nem tisztelik. A fia, hogyha a tanár tiszteli a gyerekeket, elmondom neked, nálunk is voltak ilyen tanárok, akik nem tisztelték a gyereket, és mi sem tiszteltük azt a tanárt. De érdekes módon az a tanár, aki bejött, és tudta tartani a fegyelmet, nagyon szigorú volt, tartotta a fegyelmet, és jól tanított. Tényleg az az anyag, amit őtőle megtanultunk, azt komolyan meg tudtuk tanulni érdekes módon, és mindenki tisztelte. Egyszer sem volt olyan, hogy valaki tiszteletlen lett volna vele. Az, hogy valaki tanár legyen, az kell egy olyan kiállás, kell az, hogy szeresse a gyerekeket, nagyon sok minden kell, ami nagyon sok tanárból amúgy meg kimarad. Nincs benne. Hogyha a gyerekek iránti tisztelet, meg szeretet, meg megértés, empátia, ez hiányzik valakiből, az nem menjen tanárnak. Ilyen egyszerű. Neki kéne a nyakába tenni. Nagy békén, bazd meg. Miért úgy pofán már beszartad én szar? Gyilkos. Meglátszik, tipikus Viktor rajongó. Nem vagyok Viktor rajongó, te szerencsétlen. A másikat itt hagyjak, mit hallgassak meg, te szerencsétlen. A Fletónak vidd oda. Én éltem abba a világ. A Fletónak vidd oda, igen, igen. Hát igen, pont a Gyurcsány hibája az minden, ami most történik az országban. Nagyon sok köze van hozzá. A én ott éltem. Én a Fletónak. Te szerencsétlen hülye picsa. Figyelj ide. Jössz provokálni. Én nem nézem innen a büdös. Te állat. A 15 éves koromban állam és kicsgatásért fiatal koruként becsukja. Azt a kurva, hát ez eskalálódott nulláról százra nagyon gyorsan. Nem is értem, mi történik, geci. A legnyugalmasabb magyar dibét amúgy, tényleg, ez a Facebook komment szekció IRL. Köcsök, amúgy én nem lennék alkalmas arra, hogy itt mondjuk riporter legyek, vagy valami, mert én nagyon-nagyon kiröhögném őket. Meg amúgy szomorú is lennék, hogy ezt látom, bazd meg, hogy ott vannak az idős emberek, és lehet, hogy valami normális dologról beszélgetnének, minket éltek meg ilyenek, leállnak így street fightolni konkrétan. Téged lehet megvernének. Hát és jó, nem tudom, szerintem olyan sok esélyük nem lenne amúgy így az öregeknek, to be honest. A világot elhozza, 13 éve kormányoz. Nem. Mi nem? Nem fogja, hogy jobb világ legyen. Nem jön a jól, addig nem. Nem. Hova megy ez? Ő már nagyon sokat ígért, tetszik tudni, és sajnos nem teljesítette. Gyújtsány, a provokáltja, vigyek üdött, ez a tönyeggyilkos, tönyeggyilkos, akvágytok, vázd meg! A rohadt anyátokat! Igen, a Gyurcsány küldött oda mindenkit, aki nem a te véleményedem van, te idióta, úristen geci! Gyurcsány, mekkora segnyaló voltál? Én? Utána nézek, akkora segnyaló voltál, a nyelved elért a Gyurcsánynak a segélyig. Én a Gyurcsánt ugyanitt lógatnám. Hagyjuk már. Szilgatod a segélyt. És most, hogy már megbeszélték, és nem beszélték meg, hanem elmondta, hogy igazából a Gyurcsányt is ugyanúgy föllógatná, így most már, hagyjuk már, nem tudja elfogadni, hogy nincs igaza. Ki meglopja az országot, bármi szél. De várj egy picit, te hazudsz, tudod bizonyítani? Na már eléggé be lett bizonyítva az, hogy meglopják az országot amúgy, hogy egy kicsit nyitott szemmel járnának ezek az emberek, és nem csak kiabálnának, tehát nem a szájukat, hanem a szemüket nyitnák ki, akkor lehet, hogy rájönnének arra, hogy mi is a valóság. A megélhetésük gondon kívül van valami problémája az Orbán kormánnyal? Hát úgy nincsen. Ha nekem több nyugdíjam lenne, akkor én nem mondanák semmit. Így sem mondott semmit amúgy.
meg. Tudjuk. A pusztító Jajnos. Bombái miatt. És ki kezdte? Ki? Kárpátaljai magyarok halnak meg. Meg igen. Putyin pusztító bombái nem, miatt. Nem igaz. És mit szól? Nem igaz. Lapos, nem igaz. Hogy Putyin a történelemkönyvekben 56-ot meghamisítja, és azt mondja, hogy ez egy fasiszta felkelés volt, hanem egy ember, aki provokátorod, mint te. Provokátorod, old, mint te. És kész, ennyi volt az ő igaza, és boldogan elment onnan. Agyrák! Ezt a videót hogy találtátok meg amúgy? Ki küldte ezt? Idén nagyon örülhettek, pedig közel 10 000 forinttal emelte meg a nyugdíjt ez az idióta. Nem elég semmire, az se te sóc, ez lófasz, itt nem lesz ebből semmi. Amit megemelnek, azt máshonnan elveszik. Milyenek vagytok? Igaza van. Én is hozzám. Még arra is, hogy mikor menjél vécére, mert az ilyenek de még azt is szabályoznik, hogy mikor szarjanak, meg mikor zabáljanak. Na és az ez a demokrácia. Nekem tetszett. Ez az. Nehogy az ilyen szarházia. Ez a demokrácia. Én örülök ennek a demokráciának, te szerencsétek. Neked te annak örülnél, hogyha még vécére sem demokratikus volt. Ne. Engedélye mehetnék. Ne, most mondtam. Mert én javítom a vécét, amire te jársz szarni, mert én gépész vagyok, én szar. Én meg asztalos. Jó. És akkor azért csináltál magadnak egy ilyet, de? Nem, nem magadnak csináltam. Szerencsétlen vagy nagyon. De nem bántanak, mert figyelj, ezek az emberek tudják azt, hogy te seggfej vagy. Identitászavarod van, azon se csodálkoznák, ha biszex lennél. Azon se csodálkoznák, ha biszex lennél. Azt se tudja, mi van, geci. Nem is érti, vágja, csak mondja a fasságokat, amiket hallott az ugyanilyen vén fideszes faszopóktól, akik a kibaszott gyűlöletet érzik csak minden iránt, ami nem az, amik ők. Lipsi provokátor, igen, biztos mindenki Lipsi, aki nem az, amit mi gondolunk. Nem azt gondolod, amit én, akkor buzi vagy, gyurcsányista vagy, idióta vagy, identitászavaros vagy, vénfasz vagy, megpofozlak, ez mind jöhet. De az, hogy elgondolkodjanak az emberek azon, amit mondanak, vagy egy értelmesen megbeszéljék, az gatya. 65 fölött elvenném a szavazati jogot. Amúgy az nagyot menne. No joke. Vagy kéne valami teszt, egy ilyen, egy teszt. IQ-teszt? Hát, nem tudom. IQ-teszt az lehet nagyot menne. Hallod? És a rózsaszín nagy nadrágodat nem vetted föl, az csodálom, pedig igen. Olyan jól áll az a hízott fejed. Imádja, imádja a melegeket egyébként. Imádja a melegeket. De azt lehet, hogy a szomszéd csinálta. Imádja, akárcsak. Megfogta a izéjét. Nem kellene. Nem kell tapogatni. Nem azért van. Nem kell. Aki nem veszi, ne babrálja. Nincs ebből gondát látja. De fölösleges, felizgatott magát. Nekem ez a véleményem, ez a véleményem. Önöknek az a véleményem. Az Oroszországhoz búzódó visszairól, hogy október 23-án mit gondol? Már Oroszországban. Tessék? Öt part nem úgy volt, hogy ezek mondjam. Hát hogy volt? Hát én másképp tanultam. De hogy tanulta? Hát ruszkik várték le a magyarokat. Este legalábbis. Vidéken nem tudták. Az ország még soha nem volt ilyen. De akkor jöttek be. És akkor ennek ellenére Orbán Viktor barátkozik Putyinnál, erről mit gondol? Hát a paks, meg a magas gáz. Hányszoros a szorzó. Még kapjuk azt a mennyiért. Többé kapjuk, mint mások, úgy gondolja? Hát igen. Akkor nekünk mi a jó ebben? Hát nem tudom. Miért nem lehet a nap meg a másik energia? Na, ez a bácsi tud gondolkodni amúgy. Legalább próbálkozik. Ő sem néz ki úgy, mintha nagyon képbe lenne, de legalább gondolkodik, bazd meg. Csak az a baj, ezek után is le fog szavazni a Fideszre. Azt nem engedi ezt a sokáig, meg a szél. Németország egy megszállt ország. 200 000 amerikai katona államosodik Németország. Mit szól a történelemhamisításhoz? Nálunk meg egység. Mit szól a történelemhamisításhoz? A történelem nem lenne hamisítva. És a filipinok, aki... A történelem... Hát ez történt, geci! Mi az, hogy történelmet nem lehet meghamisítani? Hát, hogyha mást írnak a történelem könyvekbe, mint ami valójában történt, az történelem meghamisítása. Meket most behoz a kormány, azokkal is egységbe leszünk csak. Hoho, hogy ne hozna be? Rengeteg figyelmi. De százezreket, hogy milliókat fognak behozni. Így van. Ugye? Honnan vedjék ezt a butaságot? Hát Gulyás Gergelyt köszönöm. Mit mondok, hogy hallgatom én a Gulyás Gergelyt, minden kormányinfót meghallgatok. Azt mondta a Gulyás Gergely, hogy a törvény elrásoknak megfelelően maximum 3 év. Nem mond igazat a Gulyás Gergely. Nem, hát csak a Gyurcsány Ferenc mond igazat. Ez is csak gyurcsányozni tud. Ugyanazt csinálják, amit a Fidesz. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy ugyanaz. Tehát így ez a gondolatmenet van csak, semmi más. A demokrácia, hogy nem hallgatnak egymást is. Sehogy nem, sőt, részt is vettem be. Fizikai nem lesz, hát nem látod mekkora, hogy ő gyáva volt. Azért nem kell. Én meg miért bártanám, ne hülyeskedj már.
73 eset, körbeszaladom, és kész. Nem, mert itt olyan dolgot mondott, ami bunkóság. Én mondtam bunkóságot. Mi biztosak? Na most igen, ezt mondtam. Ilyenre számított? Igen. Hasonlóra, igen, sajnos vannak még ilyen. Kéne szólni, hanem tudatlan és gondolkodásra képtelen ember. Felvételre, tehát bizonyíték is van. És a rendőr nem a hivatalos intézkedést csinálja, az úszítót kapja, hanem aki az úszítót megpróbálja leállni. Hát én szégyelném magam, nem tudom milyen rangja van, de szégyelném. Nem tudom. Vagy mi a gyászt, annak el tudom képzelni, hogy a fejébe a majom elkezdi ütni a CIT tányérokat egymásnak. Úgy tényleg, kicsis majmok. Még mondja azt, a kibaszott rendőrt is kiosztja, hogy hát azt kéne megkurszolni, aki idehozza ezt, és így provokál meg. Maga milyen rangban van, hát szégyelném magamat. Igen. Igen. Ez kemény volt. Ez nagyon kemény volt, bazd meg. Na, ez pöröghet, amíg kimegyek húgyozni amúgy, mindjárt jövök. Ez kéne ezeknek az öreg embereknek amúgy, egy kicsit csak mondom. Csak az ő, legalizált a gondját, ott zöld, öljön a sok ender fő. A zene jó, de szerintem fasság a legalizáció, el tudod magyarázni? Miért fasság? Most lett elmondva konkrétan, hogy kevesebb lenne a hazugság. Vagyis hát ugyanannyi maradna a hazugság, csak az embereknek lehet, hogy kicsit hamarabb leesne az, hogy átbasszák őket, és pont ezért illegális. Meg azért, mert a gyógyszeripar az kurva sok pénzt tud keresni azon, hogy emberek betegek, és eladják nekik a gyógyszereket. Ugyebár a fű az pedig rengeteg dologra, mentális betegségek kezelésére is jó, a ráknak a kezelésére is jó, akár még sebeknek a kezelésére is jó, amúgy a THC és krém, rengeteg dologra jó a THC és a CBD is, mind a kettő nagyon-nagyon jó, és lehet használni őket. Csak az ő. Bazd meg, trombitás. A Lipsi kedvenc klímahergelője a Hamas oldalára állt. Ő melyik oldalra állt amúgy? Amelyik jobban fizet, igen, az az egyik. És az, amelyik megrontja az egész magyar népnek az élhetését. You know, I was very honored as a man, Viktor Orbán. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of... Right, he's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Igen. Törökországot irányítja Orbán Viktor. Milyen jó kis alkalmas emberek vannak Amerikában, nem, akik így indulnak elnökválasztásra. Trump meg a Biden között annyi a különbség, hogy a Trump az még nem szarik be. A Biden meg igen. Ennyi a különbség köztük. A rendezvény közben kisebb szóváltás alakult ki, amiatt, hogy egy Németországból érkező úr szeretett volna felszólalni. Azt állítva, hogy ő maga is 56-os veterán. De mi az mozgalommal és a szervezőkkel ez nem volt egyeztetve. Why can't you speak here? Ez Magyarország. Ki mond egy nőnek olyat, hogy szájba veri amúgy? Ne haragudj. És férfinak nézi magát. És hazamegy és belenéz a tükörbe és egy férfit lát. Pedig amúgy egy igazi punci. Csak mondom, hagyjuk is. Áldjon vagy verjen sors keze. Ja, ne kiabálj, mert szájba verlek, aztán addigra, mire odaérek ez, addigra már háromszor lehajoltál, meg visszaütöttél, tényleg. Nem is értem, az öreg emberek mit gondolnak magukról. 60 felett vagy, akkor valószínűleg nem az egy, nem a fizikumod lesz az erősséged. Maradjunk ennyiben. Meg hát nem is az esze lesz az erőssége. Ezeket az embereket beraknám egy öreg otthonba, aztán viszontlátásra. Vagy még viszontlátásra sem. Jelle Junior is azt mondta ebben a vitában, hogy a cigánybűnözés szó használt, az a romákkal szemben gyűlöletkeltő lehet. Erről hogyan vélekedik a párt? Hát abszolút nem erről van szó. Én magam is egyébként tanultam romológiát, egyébként ötösre végeztem, vizsgáztam belőle a pázmányon, és sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel. Abszolút nem általánosító. Ha azt mondom, hogy fiatalkorú bűnözés, vagy politikus bűnözés, akkor sem általánosítok, de ha valóban változtatni akarunk, Hát, nem tudom. Szerintem azért, hogy ez így van megfogalmazva, hogy cigánybűnözés, ez egy olyan embernek, aki már alapból hajlamos arra, hogy rasszista gondolatokat sugalljon a külvilág felé, annak szerintem lehet, hogy ilyeneket hoz elő, ilyen előítéletes gondolatokat. Nem tudom, szerintem azért. Ne gondoljuk ezt Novák Előd, szerintem. Novák Előd az nagyon naívan mondja ezeket a dolgokat, de nem mindenki olyan okos, mint ő, sajnos. Lehet, hogy nem így kéne megfogalmazni. Smash, gyújtok még egy cigit, látok broski. Geci beteg zenéket és cigit tudtam hozni. Tudom, hogy ott maradtam, csak nem akartam szólni. Kettő szabály szerint élek, no para és no sleep. Pénz kell nekem, baby, nem a szerelem, meg az érzés, vannok a cigit.
Megállt a videó. Mindig utca gyerek voltam, mindig utca szerelem. Ezért vannak csepp helyek, most a kezemen. Baby Smash! Ami ez nem volt rossz, lehet, hogy Ekónak is ezt kéne csinálnia. Ez magyar? Hívő minden nap, úgyhogy... Hát ma is meg akarok.